A tavalyi szezon végén még az autós gyorsasági bajnokság RCN kupás elsőségét ünnepelte, de tavasszal nagyot lépett előre. Nagy Dániel az Engő Motorsport VTCC-s pilótája lett. A fiatal tehetséget azóta a világ legkülönbözőbb részein már négyszer is láthattuk küzdeni, hogy miként próbál lépést tartani a mezőnnyel, mekkora kihívás számára egy túrautós világbajnokságon helytállni, arról akkor kérdeztük meg, amikor Brünóban az autós gyorsasági bajnokság legutóbbi futamán alakulata egyik pilótája és annak autója mellett láttuk serénykedni. Az hétvégén Zengő Zoli által meghívást kaptam ide Brünóra a hétvégére. Igazából segíteni a csapatot. Zoli egyik barátja versenyzett, a Tóth Csabi. És hát én azért voltam itt, hogy amit tudom, eddigi tapasztalataimat egyrészt átadjam neki vezetés technikailag, tehát telemetriáztam, videót elemeztünk sokat a hétvégén, nyilván a guminyomásokért én feleltem, és ezen felül meg amit tudtam, tehát az adminisztratív dolgokban segítettem, nyilván összepakolás, tehát igazából mindent, amit csak tudtam, hogy minél gördülékenyebben menjenek a dolgok. Vagyunk már gyakorlatilag 9 verseny hétvégén a VTCC-vel, és személy szerint én 3-on. Igazából ugye tavasszal jött a hír, hogy én leszek az Engő Motorsport egyik pilótája Fica Ferenc mellett, ami egyébként egy olyan álom beteljesülése volt, ami valójában legbelül hittem, de sose gondoltam komolyan, hogy eljöhet ez az idő, hogy én valaha csak a közelébe kerüljek ennek, és lásd csodát, tavaly még a Suzuki kupában versenyeztem, és idén pedig a VTCC-ben ott a nagyok között a világbajnokságon egy nagyon-nagyon szuper magyar csapattal. Ez egy hihetetlen dolog, egy hihetetlen álom, ami idén történik velem. Ugye nem indult egyszerűen a szezon nekem, hiszen az utolsó héten derült ki, hogy egyáltalán én is rajthoz fogok tudni állni az Engő Motorsport színeiben. Ugye meglett az autó, legalábbis a kaszni, de a motor sajnos késett, illetve nem készült el időben, úgyhogy az első, hát 5 verseny hétvégét ki kellett hagynom, pontosabban 6-ot, és Villarrealban tudtam becsatlakozni a mezőnnyel. Eddig a pontig, amíg én nem tudtam versenyezni, szinte az összes verseny hétvégén, az összes csapateseményen ott voltam, és szándékosan azért egyébként, hogy minél jobban összeszakjak a csapattal, illetve hogy minél több tapasztalatot szerezzek, hogy mire oda kerülök, hogy én az autóba valóban beleülhetek és mehetek vele, addigra minél többet tudjak róla, és amikor beültem, akkor természetesen azt éreztem is, hogy nagyon sok segítségem, nagyon segítségemre volt ez a dolog. Ami az eredmény elvárásokat illeti, az idei évre azt gondolom, hogy nincsenek. Egyedüli elvárás az a csapat részéről is, hogy mindenki adjon bele mindent, de ez azt hiszem természetes, és egyébként látom is a szerelőinken és mindenkin, aki segít, hogy a szívét, lelkét beleadja ebbe a projektbe, és enélkül szerintem nem is lehetne egyébként eredményes az Engő Motorsport. Tehát az egyik nagy előnye ennek a csapatnak én úgy gondolom az, hogy aki itt dolgozik, arról azt tudni lehet és tudni kell, hogy a szívét, lelkét beleadja ebbe az egészbe. Nyilván az én részemről én is mindent beleadok. És az egyetlen elvárás az, hogy tényleg mindenki nyújtsa maximumot és fejlődjünk. Tehát, hogyha bemegyünk az első edzésre, megyünk egy X időt, akkor a következő edzésen abból tudjunk kicsit faragni, illetve ha nem is faragni, de legalább tanuljunk valami újat az autóról. És azt gondolom, hogy ez a tudatos felépítés, ez a fajta hozzáállás fogja hosszú távon meghozni az eredményeket. Tehát idén nem azon görcsölünk, hogy na most legyünk egyszer Q2-be, vagy végezzünk 10. helyen, hanem inkább az, hogy folyamatosan fejlődjünk, tanuljunk valami újat, és ez rövid távon nem mindig eredményekben fog visszaköszönni, viszont hosszú távon mindenképpen.